A francia szövetség által szervezett Golden Tour sorozat nizzai nyitó versenyén 42 ország úszói álltak rajtkőre. A magyar csapatban ott volt a nyíregyházi Szorovcsák Ivett és Hatházi Dóra is, akik a felkészülés első ciklusának zárásaként indultak el a viadalon. Mindketten több számban neveztek, mindketten úsztak döntőt, és Dóra 200 méter pillangón bronzérmesként csapott a célba. 2:10.76-ot úszott, aminek egyéni csúcs, pár századot tudott faragni. Ez azért nagyon jó idő egy február végén, hiszen ezt az időt ő tavaly a nyári legjobb időszakába úszta. Talán egy kicsit jobb is az idő, nem? Jobb az idő, mint az IFEB-n úszott ideje. Ez így szezon elején nagyon biztató, sőt azért is biztató, mert legjobb 2003-as lányként az IFI korosztályban az IFEB-re nagyon jó ajánlólevél. Ivett a sprint számában, ugye az 50 méter mellen kezdett, ez volt az első száma, rögtön döntőt úszott, és a elődöntős hatodik helyezését ötödik helyre javította, a legjobb magyar úszó volt, ugye úszott a Békesi Eszter, meg a Hosszú Katinka is 50 mellen, neki volt a legjobb ideje, 100 mellen nagy döntőzött, ott nyolcadik lett, illetve 200 mellen délelőtt nagyon jó időt úszott, de ennek a 200 egy kicsit hosszú távú, B döntőzött ebbet délután. Az egyéni csúcs a felkészülésnek ebben az időszakában Hatházi Dórát is meglepte. Nem számítottam ilyen időre, 2:12-2:11-et vártam magamtól körülbelül, már a 2:11-nek is nagyon örültem volna, de ez az idő nagyon meglepett, és nagyon örültem neki. Szurovcsák Ivett szintén pozitív élményekkel érkezett haza Franciaországból. Elégedett vagyok, mert ugye ez egy felkészülési verseny volt, úgyhogy nem számítottunk akár ilyen jó eredményekre, úgyhogy ez nagyon biztató lesz, hogy a következőkre a mostani idők, mert tényleg még az elmúlt években ilyen közel nem voltam az egyéni csúcshoz, illetve a helyezéseknek is örülök. Március végén Budapesten rendezik meg az országos bajnokságot, ahol mindkét nyíregyházi versenyző kvalifikálhatja magát a májusi, szintén budapesti Európa-bajnokságra.